Húseás próféta könyve, első rész, Húseás házasság kötése és gyermekei. Ez az úrigéje, amely Húseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzzijának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az úr szólni kezdett Húseáshoz, ezt mondta Húseásnak az úr, Menj, vígy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az úr, nevezd el Jezrielnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhúházát a Jezrieli vírontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját, Jezreel síkságán. Gúmer újból teherbe esett, és leány szült. Akkor ezt mondta húsejásnak az úr, nevezd így, nincs irgalom. Mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk, istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Miután elválasztotta nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült. Az úr pedig ezt mondta, Nevezdőt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek.